Ezek a felvételek tavaly áprilisban a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján készültek, amikor az Audi Eto a spanyol Ichaco Navarrát fogadta hazai pályán. Görbicéknek 5 gólos hátrányt kellett volna ledolgozniuk, hiszen idegenben 26-21-es vereséget szenvedtek, ám idehaza is csupán egy 24-24-es döntetlenre voltak képesek, vagyis az Ichaco jelentette a végállomást számukra. Esélyesei vagyunk ennek a BL sorozatnak, és igenis azzal az elvárással megyünk fel a pályára, és ez az én elvárásom is, hogy mindegyik mérkőzést független attól, hogy ez idegenben vagy itt a magasiban van, azt nyerjük meg. Így fogalmazott Kelecsényi Ernő elnök a zöldfehérek hétközi szurkolói ankétján. Valóban a három nyáron érkező klasszissal, Lökével, Lekicsel és Radicevicsel az Audi Eto lépett elő első számú esélyessé. Tudják ezt jól görbicék is, akik szerint a szombati Ichaco elleni meccs lesz a középdöntő legfontosabb összecsapása. Ugyanakkor nem jelent plusz motivációt az, hogy tavaly a spanyolok verték ki őket. De egyáltalán nem foglalkozunk azzal, hogy mi most a tavaly mi történt. Meg kell nyernünk minden mérkőzést, hogy Bajnokok Ligája győztesek legyünk. A BL győzelemhez pedig most a hétvégén kell megtenni az első lépést. Csak egy kis adalék. A spanyolokat az a Martin Ambrosio dirigálja, aki a pletykák szerint az egyik legnagyobb esélyes az Audi Eto vezetőedzői posztjára.